A nyíregyházi kosársuli a keleti csoport második helyezettjeként fogadta a nyugaton harmadik Tatabányát. A mérkőzést a hazaiak kezdték jobban, az első negyedet 32-13-ra nyerte az NKS. A második 10 perc is a vendéglátók illet 3 ponttal, fordulás után azonban zárkózni kezdett a rutinos játékosokat felvonultató Tatabánya, 10 ponton belülre azonban nem tudtak kerülni a vendégek, Farkasinszky Gyuláni együttese végül 15 pontos győzelmet aratott a negyeddöntő első felvonásán. Olyan szempontból egy jó mérkőzés volt, hogy aki kijött nézőnek, az egy változatos mérkőzést látott, nagyon sok taktikai variációt lehetett látni, ugye a védekezések különböző variációját próbálta ki mind a két csapat. Megpróbáltunk ugye úgy szerkezetben, emberanyagban forgatni, ugye az ellenfél cseréjéhez alkalmazkodva. Ezen a mérkőzésen ebből mi jöttünk ki jobban, ettől függetlenül ez egy nagyon nehéz mérkőzés volt, a győzelemhez az egy óriási dolog, ugye mégis az első párharcot itt megnyertük a Tatabányával szemben, visszamegyünk Tatabányára, ez a teljesítmény ott nagyon kevés lesz, ettől sokkal többet kell hozzátenni úgy koncentrációban, mint pontosságban. A mérkőzésen 21 pontot szerző Pál Vivien a győzelem ellenére sem volt teljesen elégedett az általuk mutatott játékkal. Egész héten készültünk erre a meccsre, mint támadásban, mint védekezésben, mindent átvettünk, videóelemzést is csináltunk, és hát az elején ment a játék mindenkinek az első negyedbe, de utána ilyen pánikszerű rohamot kapott mindenki, és a védekezésnél teljesen szétestünk. A két nyert meccsig tartó párharc második mérkőzését vasárnap Tatabányán játsszák le a csapatok.